Nagy szeretettel köszöntelek, kedves János, és nagyon örülök, hogy újból itt lehetünk nálad, és folytathatjuk a felvételeket. Örülök, hogy jó egészségben találtunk. Egy pár hét most kimaradt a felvételeinkből, de a nézőktől többször is kaptam hívást, telefonon, írásban, hogy van most ez a rendkívül kemény konfliktus, ami a palesztin és a zsidó nép között kirobbant és a nézőink igénylik, várják, hogy Drábik János szólaljon meg ez ügyben. Mert az ügyeletes megmondók azok elmondják mind, minden nap ugyanazt, amit nekünk erről gondolni kell, de hát ha másképp is végig gondolhatnánk ezt. János, te hogy látod ezt az izraeli-palesztin háborút? Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nexus TV nézőit. Hát én mindjárt azzal, azzal kezdeném, hogy ez Izrael és a Hamas közötti konfliktus volt. Nekem nagy kétségei vannak hogy ez egy másfajta konfliktus volt. Ugyanis a revizionista stacionisták itt fejezték be a teljes győzelmüket, most már nem csak a nem revizionista cionisták felett, de, de lényegében az egész zsidó nép felett. Tehát tehát, ami, aminek a tanúi vagyunk, Gáza és a Hamász részéről, az tulajdonképpen nem a legfontosabb dolog, ami itt történt. Mert nézzük meg, hogy mi az, hogy revizionistacionizmus. Hogy ennek most volt a győzelme. Hát a revizionista ciorizmus zsidó népnek a mozgalma, egy nemzeti öthonnal, legyen, szülőföldje, legyen szép dolog. Azonban, amikor Arthur Barfur, brit miniszterelnök 1917 őszén, Lord Walter Rothschildnak adott egy nyilatkozatot. Abban igaz, még folyt a háború, még pa Palesztina egész Törökországhoz tartozik, de ő ígéretet tett arra, hogy Palesztina földje a, a zsidó nép nemzeti otthona lesz. Na most véget ér a háború, és ez a terület brit mandátum terület lesz, vagyis brit közigazgatás alá kerül, de Rothschild pénzből tovább folyik a földek vásárlása, újabb és újabb kibucok, telepek létesítése, és szépen növekszik az a zsidó közösség, amely aztán később Izrael a lakossága lesz. Na most azonnal a Balfour nyilatkozatot követő néhány év múlva Volodymyr Jabotinsky, egy van a mondja, hogy ukrán, vagy mások azt mondják, hogy lengyel. Minden esetre egy, egy nagyon elkötelezett a zsidó nép ügyének, nagyon elkötelezett zsidó vezető előállt azzal, hogy ő revíziót akar mert, mert ő követeli, hogy Izrael egész területe, vagyis Palesztina egészen Izrael állam területe legyen egyedül Izrael állam területe. Vagyis egy nemzetállamot követel, és ő hivatkozik, már, már Jabotinsky hivatkozik arra, hogy a Bibliában is már úgy szerepelt, hogy Erec Izrael, vagyis Nagy Izrael, az az Eufrátesztől a Nílusig terjed. Tehát az a minimum, hogy Palesztina egésze kizárólag a zsidó népé, ezt azért hangsúlyozom, mert ez volt tulajdonképpen a revízió. Hát reviz, reved, revideálni, módosítani akarta a, a Balfour nyilatkozatot. Na most ő ezt kidolgozta nagyon alaposan. És a zsidó világkongresszus kétszer is megtárgyalta, De a zsidó világkongresszus mind a kétszer elutasította. Ez de kedvetlenül tette el Jabotinszkit, és tovább is keményen dolgozott, és úgy bizony olyan követői voltak, mint Menachem Begin, meg Itzák Samjain, meg Áriel Saron. Na de voltak egy személyi titkára, úgy, úgy, hívták, hogy Benzion. Netanyahu, aki egy nagy műveltségű ember lett, nem kapta meg a pontosan a revizionista szionista álláspontja, mert Izraelben nem kapta meg az egyetemi tanári de Amerika-Balmet és ott egyetemi tanár lett belőle. Nos, a dolog lényege az, hogy ott van Netanyahu édesapja, aki Jabitoiszki személyi titkára volt, és egyébként is mindenben a munkatársa. Tehát itt állunk azzal, hogy a revizionista cionizmus azt mondja, hogy álljon meg a menet egész palétazira, kizárólag csak a zsidó népé lehet. Na most, mint tudjuk, 1948-ban, amikor az ESZ eldöntötte, hogy Palesztinát ketté és két egyenjogú, független állam jön létre, a revizionista cionisták elkezdték a legdurvább erőszakkal elűzni a palesztin őslakósokat, akik azóta se térhettek vissza, és beindult az, hogy addig nem nyugszunk, amíg egész, egész Palesztina nem lesz a miénk. Na most ugye lényegében egész Palesztina már Izraelé, van, van egy a Gáza, és van Cicordália, Jordán másik partja. De hát eh, 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 annál keményebben és következetesebben, mint imáról az ötödik Netanyahu kormány. Mert hiszen Izrael történetében egy rekordot jelent, hogy egy miniszterelnök ötször lesz, Izrael miniszterelőkkel. És ötször tesz meg mindent azért, hogy ne legyen tárgyalás. Mert ugyanis voltak olyan is kísérletek, ez az a bizonyos oszlói folyamat, amikor még az, a Jasser Arafat vezette Fatah tárgyalt, és az akkori izraeli miniszterelnök, az készen lett volna, lényegében megkötötték volna a szerződést, mert ezt, ezt akarta, hogy a, a, a Clinton azt akarta, hogy ez legyen a koronája. Na most, tehát ezt meg kellett volna csinálni, de nem tudtak egy dolgokban megegyezni, hogy Jeruzsálem az nem lehet Izrael fővárosa, hanem legalábbis Kelet-Jeruzsálemet, azt vissza kell adni a palesztin államnak. Emiatt eb ez a szerződés nem jött létre, az oszlói folyamat leállt, és akkor, a is civilisták kaptak hatalmas szövetségeseket, mert csatlakoztak hozzájuk a, a neokonzervatívok, akik ugye korábban trockisták voltak, tehát Lev, Bronstein, Trockinak, a követői, és. Hozzájuk tartakoztak a straussisták. Strauszisták pedig Lev Strauss kitűnő, kitűnő képzettségű, tehát a frankfurti iskolához tartozó filozófus, aki 1938-ban kivándorolt az Egyesült Államokban, és a Csikágoi Egyetemen oktatott, de külön oktatott, mint egy száz kiválasztott fiatal diákot, akik, akiknek nem az egyetemen adott oktatást, hanem, hanem külön, és ahol abból indult ki, hogy, hogy a zsidó népnek üldözetből üldözővig kell várjás. Hogyan tudja ezt úgy megtenni, hogy el lehet fogadtatni lényegében a, a, hát mondjuk így, hogy legalábbis a, a kollektív nyugat lakosságával. Na bár most, <höhem> E, ne, e, tehát e, Lev strauss azért annyit meg kell mondani, hogy az ő szakterülete Nikola Makkia volt. Na most aki tudja, hogy mi az, hogy az tudja az, hogy az a tanítás magas színvonalon hogy hazudhat, gyilkolhatsz Mindenféle aljasságot elkövetett, tanítja a fejedelemnek, csak győzzél. Mert ha győztél, utána mindenki más bűnös lesz, te ártatlan leszel, és kezedben a hatalom. Na most ezt nagyon röviden mondtam. Térjünk vissza eh, Izraelbe. Tehát a rendkívül megerősödött revizionista szövetségre lépve a neokonokkal, neokonzervatívokkal és a strausszistákkal. Egyébként ez a szövetség van a jelenlegi amerikai kormány felett. Tehát a fehér tőlük kapja az utasítást. A Pentagon is a State Department is, a CIA is. Nem sorolom tovább. Ők adják, a... na most, ez a hármaszövetség az első Netanyahu kormánynak létrehozta azt a bizonyos, hát, tanulmányát, itt van a kezemben, hogy a clean break a new strategy for securing the realm. Na, az micsoda? Ez 96-ban. A Strau, tehát ez a hármas szövetség készített el. Na hát itt arról van szó, hogy elővették Oded -nak egy rendkívül kiváló moszat szakértőnek. Ott dolgozott sokáig. És Odeidíron írt egy hosszabb tanulmányt, amiben kifejti, hogy Izrael hiába van atombombája. Nem lesz a közel-keleti régiónak a regionális nagyhatalma, amíg nagy méretű arab ország van körülötte. És, és a key break, egy új for az, 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 azt jelenti, hogy világos szakítás az ozrói folyamattal, hogy tárgyalunk a palesztinak, felejtsék el a palesztinak. És egy új stratégiát dolgoznak ki, hogy a realm az a közel-keleti térség. Hogy annak a, az átalakítása úgy megtörténjék, hogy biztosítva legyen Izrael regionális nagyhatalmi státusza. Na már most ez a program, ez úgy folytatódott, hogy akik kidolgozták, azok hát megértették, hogy ehhez egy új amerikai hadseregre van szükség, mert ki tudja ezt megcsinálni? Izrael nem tudja feldarabolni Irakot, meg Szíriát, meg ez nem megy. Ez csak az amerikai hadsereg tudja. Tehát át kell szervezni Amerika védelmi erélyét, és erre készítettek 2000 be egy rebuilding of America defenses, vagy át kell szervezni amerikai védelmi képességeit, de amikor készült ez a nagyon alapos, mert hiszen ez, akikről szó van, magasan iskolázott, képzett emberek, akik, akik egy, az, az értelmiség rétegnek is a krém de la crém, a legmagasabb szintje. Na most ezek arra is rájöttek, hogy az amerikai nép az ösztönösen izolacionista, vagyis nem akar részt venni a világháborúiba. Ezért szükség van az amerikai társadalom, az amerikai nép álláspontjának a megváltoztatására, hogy támogassák ezeket a háborúkat. És ehhez viszont szükség van arra, hogy megismételjék, ami Pearl Harbornál történt, ahol lényegében bele van, a verezték a régóta blokkád alá vett Japánt, hogy menjen ugye ha havaiba, és Pearl Harbornál hát elkövesse, amit elkövetett, de ez kitűnő volt arra, hogy Amerika hátulról, tehát Németország révén bekerüljön abba a hármas szövetség, tehát ugye Berlin, Tókio, Róma hármas szövetségbe, és részt vehessen a második világháborúban, amiről Robert Kagan írja meg, hogy azért nem még jelent meg a könyve, mert megírja, hogy a két világháborúban azért volt szükség, mert az amerikai és a világuralmat gyakorló amerikai felső vezetés rájött arra, hogy Németországot és Oroszországot el kell pusztítania, hogyha továbbra is meg akarja tartani a a világon. Ezt nem én mondom, Robert Kagán írja, egy kis kis ki a Róbán Kagán. Hát ennek a hármas szövetségnek a fő ideológusa, egy rendkívül, ő is egy rendkívül, és nagyon magas színvonalú könyveket ír. Na jó. na most, tehát itt kialakult egy olyan helyzet, hogy kellett valahogy produkálni egy új pölharbort, amit aztán meg is csináltak. Ez az, amit mi 2001. szeptember 11-én átéltünk, amikor ugye lezuhantak a magas tornyok, ment repülőgép, és ugye ez reggel volt, és utána délután 5 órakor egy kisebb felőkarcoló, csak 54 emeletes, az ugyanúgy finom liszté válva zuhant le, repülőgép nem ment oda, semmi nem ment oda, de ezt megtette szolidaritásból. Na már most <coughs> kialakult át az a helyzet, hogy a muszlim világot bűnössé lehet tenni azért, hogy ilyen szörnyű ö, 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 Hát, hogy ilyen szörnyűség megtörténhetett, terrorista cselekmény a csúcson, és ezért bár meg lehetett indítani a iraki háborút teljesen hamis indokkal, hogy ott van tömegpusztító fegyver, az égvilágon semmit nem találtak. És ugyanezt megtették Szíriával, meg más országokat is sorolhatnék, Szomália, Líbiát se adjuk. Szóval megindult a közel-keleti térség átalakítása úgy, hogy Izrael legyen a regionális nagyhatalom. A revizionista cionisták viszont otthon mindent elkövettek, hogy a legkisebb érdemi tárgyalásra, mondjuk, hogy mégiscsak a még megmaradt, területekből létrejössen egy mini palesztin állam. A revizionista cianisták az égvilágon mindent elkövettek, hogy ez ne követhessen bele. És a legkeményebben harcoltak azok ellen az izraeli politikusok ellen, akik ezt szerették volna. És miután Letenye ötször volt miniszterelnök, volt idő arra, hogy egyre másra betelepítsék az, a palesztin területeket. Úgyhogy ma már csak Cisziordánia van átra, ugye a Jordán a másik pártja, és kész, megmaradt még, maradt még, ez a két és fél millió lakosú Gáza, amely most ne menjük bele a részletekbe, hogy többszörös magas kerítéssel körülkerítve a, a tengeri blokkád alá véve. Szóval a leg, a, a, a az elképzelhető minden módon ez a terület lényegében foglyul lett tejtve. Ezek foglyok voltak. Természetes, hogy ezzel lázadoztak, és így, úgy, abúgy alagutak, és egyéb módon próbáltak kapcsolatot tartani. A hát egyedül Egyiptom felé van egy nyílás, mert az egyiptomi terület. Ez csak egy kis, éppen hogy egy kapu. Úgyhogy a revizionista cionisták el tudták intézni, hogy már csak Palesztinának ez a Gáza maradt. Na bár most a Jaszter Arafat e, utóda, az fatak, az ugye létezik, de a vezetője egy teljesen megalkuvó ember, és lényegében egy megvásárolt ember. És persze ha akarna, se tudna sokat tenni. Tehát egyedül marad, amelyik esetleg cselekvőképes, a gázai két és fél millió ember. Na már most, miután a revizioniszták mindent megakadályoztak, hogy érdemi tárgyalás legyen. Hát próbálkoztak ilyen-olyan módon az érdekeik érvényesítésére, hogy úgy mondjam, fegyveres akciókat kezdeni. De álljon meg itt is a mered. Mert ennyi alagút, meg annyi alagút meg innen, onnan, arab emirátusokból, pénzsegészség. De minden pénz csak Izraelen keresztül. Hát először Izraeli bankba. Tehát minden filléről tudott Izrael, amennyi bemegy. És itt álljon meg a menet. Ahhoz, hogy ennyi rakéta készüljön, az először is mennyi pénznek kell bemenni, utána meg mennyi egyéb anyagnak kell bemenni, hogy az, hogy a, a, abból rakét, rakéta legyen. És erről nem tud Izrael. Én nem hiszem, hogy ne tudott volna. Ha pedig tudott róla, és mégis megtörtént, akkor valamilyen érdeke fűződött hozzá. Mert, mert miért hagyja, hogy ez megtörténjen? És ez az érdek sokféle lehet. Én, én csak megemlítek egyet. Hát, ha, ha marad az egész Palesztinából, mert ugye maguknak követelik Cisjordánet. Kész, és akkor nincs semmi. Déle marad ez a Gáza. Ha ez van, ezt csak úgy lehet rendezni ezt az ügyet, ha elfoglalják. Az elfoglaláshoz pedig komoly okot kell produkálni és ennek a komolyoknak a megtörténtét elő kellett valahogy segíteni. És hogyha ez az egész azt a célt szolgálja, hogy a revizoros hivatalosan bejelentették, hogy, hogy befejezték azt a célkitűzést, hogy egész Palesztina kizárólag a, a zsidók legyen. Na már most akkor kifelelős az ártatlan zsidók haláláért, és az ártatlan gázaiak haláláért. Akkor kifelelős. Kinek van haszna ebből az egészből? Kinek ad ez ürgyet arra, hogy bevonuljon a hadseregével, és megszállja? Miután ezt én így elmondtam, felmerül a kérdés, hogy ilyen aspektusból miért nincs egyetlen egy műsor sem a a tömegtájékoztatásban. Hát azért nem elégséges állandóan, ami egyébként jogos, hogy ártatlan zsidók pusztultak el, de ártatlan gázák is pusztulnak el. Sőt, kölcsönösen foglyokat ejtettek, kölcsönösen zsarolják egymást. De mennyivel több gázai halt meg már is, mint Izrael. Jó, hogy nem lett Méricskén, mert minden egyes ember élet pótolhatatlan és megismételhetetlen. De ilyen szempontokból is kellene, az eseményeket nézi, és megtalálni az összefüggéseket. Úgyhogy arra már is összejöttek nemzetközi jogi szakértők, már megtalácsozták, hogy milyen védelem jár nemzetközi jogilag a zsidó áldozatoknak, és ezek, ezek, ezért, ezekért az áldozatokért kiket kell és hogyan felelősségre vonni. Tehát én úgy gondolom, hogy én se vagyok szakértője ezeknek a kérdéseknek. Amiket én itt most elmondtam, egy, egy átlag ember mondta el, aki nap mint nap hallja a híreket, és próbálta azokat megérteni. Ha én most pedig kedves nézőinknek, kedvet tartotta, ked, kedvet adtam a, a beérkező információk elemzésére, és magasabb fokú megértésére, akkor tulajdonképpen, nem beszéltem hiába, és ha ezt megteszik, azt előre is hálásan megköszönöm. Tudják meg, hogy én a zsidó nagy tisztelője vagyok. Mert a zsidó nép példátlan sikereket tudott elérni, három és fél ezer év alatt. De ne felejtsék el azt, hogy Jákve, a zsidó népistene, amikor odatta az hogy egy palasztinát, előírta, hogy mindenkit meg kell gyilkolni. Senkinek nem kedelje meg. Ott van a Bibliában. Na már most, Jönnek az utókok, akik visszaveszik Palesztinát. Hát vajon kinek a tanácsait követték? Köszönöm szépen, Bekolva.